20 ilyenkorú gyereket megkérdezünk, hogy hol szeretne tovább tanulni, vagy hol képzeli a jövőjét, akkor nagy valószínűség szerint a 80-90% azt fogja mondani, hogy külföldön. Itt ehhez minden segítséget megkap. A diákjainknak a nagy része külföldre készül egyetemre, úgyhogy itt a hangsúly azon van, hogy az egyetemre felkészítsük őket. Ugye ennek két lépése van, az egyik lépés az, hogy megtalálják azt az egyetemet és azt a szakot, ahova menni szeretnének. Én Hollandiába és Angliába fogok jelentkezni liberal arts szakokra. Az orvosi pálya cél legfőképpen, és ezt valamelyik amerikai vagy angliai egyetemen szeretném megvalósítani. Tudtam, hogy nemzetközi tanulmányokat szeretnék tanulni. Hogyha nemzetközi tanulmányokat nemzetközi környezetben tanul valaki, akkor hát az egyértelműen plusz pont. Tudtam, hogy egy olyan dologgal szeretnék foglalkozni, aminek itthon nem igazán van terepe, és ezért számítottam az engémben segítségre, hogy a külföld az biztosan sikerüljön. Benne már relatív korán megfogant a döntés, hogy mit szeretnék tanulni, ez a gépészmérnökség volt. A kis segítségetekkel döntöttem el, hogy Liverpoolba jönnék tanulni. Óriási előnynek érzem, hogy nem csak idén jöttem, és nem az utolsó évben kezdtem el nagyon gyorsan készülni a felvételire, hanem hogy már tavaly is volt egy évem, amivel meg tudtam alapozni azt, hogy nagyobb eséllyel legyen sikeres ez az egész procedúra. Az engém az, ami tud segíteni nekem abban, hogy ezt az esztét, amit majd meg kell írnom, vagy 10-et, 20-at, 30-at, azt hogyan és milyen formában tegyem. Több engémessel is tartom a kapcsolatot. Egyébként ilyen szempontból is jó dolog az engém, mert meg tudjuk beszélni, hogy ki hogyan éli meg az egyetemi életet, illetve tudunk egymásnak segíteni. Az alapokat az engémben szereztem meg, és így magamtól el tudtam indulni, és ez óriási segítség volt.